Kettő év alatt megtriplázódott azoknak a száma, akik per helyett bírósági közvetítő segítségét kérték vitásügyük rendezéséhez. Ez főleg családjogi ügyekben jellemző mostanában, de szakértők szerint a kis és közepes vállalkozásoknak is van, illetve lenne lehetőségük peren kívül megegyezni. Így sok pénzt és több év pereskedést is meg lehet spórolni. Sokkal rugalmasabb szabályok mentén fogunk haladni, mint a bírósági tárgyaláson. Itt minden olyan dolgot elmondhatnak egymásnak, amely nem tartozik szorosan a jogvitához, azonban mégis úgy érzik azt, hogy az önök között kialakult konfliktus megoldásához vezethet. A bíróságokon az elmúlt években folyamatosan nőtt a közvetítői segítséggel létrejött megállapodások száma. Idén csak az első fél évben már háromszor annyi ügyben jártak sikerrel, mint az induláskor, vagyis 2013-ban. Ráadásul a bíróságokon még fizetni sem kell a közvetítői eljárásért. A gyermekelhelyezéssel kapcsolatos vitában, illetve a gyermek harmadik félnél való elhelyezése tárgyában zajló perben a bíró, hogyha indokoltnak látja, tehát nem minden esetben, de kötelezheti a feleket arra, hogy elmenjenek a közvetítőhöz. A bíróságon közvetítőnek a tárgyalóterem falain kívül mediátornak nevezik azt a szakembert, aki segít a vitásügy rendezésében. Nincs bíró, nincs ítélet, az ügyek jelentős része pedig két hónap alatt véget ér. Mediátor az élet minden területén segíthet, legyen szó akár két szomszéd, vagy egy alkalmazott és a munkáltatója közti konfliktusról. Nem alkotunk véleményt, előítélet, tehát nem adunk tanácsot. Tehát mi egy külső, objektív személy vagyunk, és ha már ebből indulunk ki, akkor eleve nincs hibás, tehát nem is érezhetik az ügyfelek azt, hogy itt valamelyikük hibás. A mediációval nem csak a magánszemélyek, de a kis- és középvállalkozások is sokat spórolhatnak, például a szállítói vagy a bérleti szerződéssel kapcsolatos jogvitáknál. A BKIK mediációs osztályán tanácsokkal és képzéssel segítik az érdekképviselethez fordulókat. Sajnos a KKV-k nem élnek még ezzel a lehetőséggel eléggé, ezért is fontos az a felvilágosító és háttérmunka, amit az iparkamara ebben a körben, az iparkamara jogi, koordinációs és mediációs osztálya végez. A mediáció népszerűségét mutatja, hogy nő az igény a mediátor képzés iránt. A budapesti kommunikációs főiskolára jelentkezők között vannak olyanok, akik a magánéletükben, és vannak olyanok is, akik a munkájukban szeretnék hasznosítani a tanultakat. Egészen meglepő, hogy jönnek ügyvédek, és jönnek jogászok, akik azt szeretnék, hogy valamilyen módon, ha neten mondjuk például vállóperre vagy gyerekelhelyezésre kerülne a sor, akkor ez a mediáció lehetne egy előszobája, illetve kiválthatná talán a jogi aktust. Aki per helyett közvetítő segítségével szeretné megoldani vitásügyét, az az illetékes bíróságon kérhet felvilágosítást a szakemberekről.